Elmondta nekik, Lady Grantem? Nem mondott semmit. Kérlek, üljetek le! A tulajdonomba került egy villa a Dél-Franciaországban. Milyen villa? Kezd el az elejétől. Sok éve, a születésetek előtt megismertem egy férfit. Pár napot voltak együtt, és egy házat ad neki. Eszedbe se jutott elutasítani? Olyannak tűnök, aki elutasít egy villát Dél-Franciaországban. Telefonon keresik, uram. Ez a Mr. Barber, producer és rendező. Filmet akar készíteni Downtonban? Mozgóképet Downtonban? Jönnek filmsztárok, híresek? Szerintem szörnyű ötlet színésznők mód felett kicsípve, és színészek mód felett becsípve. Van valami ebben a férfiban? Mint egy vadállat, ami ugrani készül. Úgy érted, rád készül ugrani? Forog! Áj, áj! Bocsánat! A modern világ eljön Downtonba. Hamarosan. Mit gondolsz, miért adta neked a villát? Pontosan itt lappang a rejtély. Akkor irány a Riviera. Ha szerencsénk van, megússzuk Méri rémes filmjét. Remélem ez egy kellék volt. Kormányozz minket. Már te vagy a kapitány. Jobb lesz vigyázni. Támadnak a britek. Köszöntöm a Gerlék villájában. Gyönyörű hely. Bizonyára nagyon boldog. Uram teremtőm. Ki a hölgy? Az a Lady Grantem, akinél először munkába álltam. Nagyi! Miért hívott ide minket? Kutassa fel a rejtélyt. Papára nézve nem jó, hogy a Nagyi titokban akarta tartani. Képzelje el a lehetőségeket. Ürömbe gyűlt az örömbe. Nyilván nem tőlem hallja először, hogy a házasság egy igen fordulatos nagy regény. Élje meg az új korszakot! A magunk fajta nők két csoportra oszthatók, sárkányokra és bolondokra. Ügyelj rá, hogy sárkányként tekintsenek rád! Ezzel jó éjszakát kívánok, és hagyom, hogy megtanácskozzátok titokzatos múltamat. Downton Abbey. Egy új korszak. Úgy tűnik, a közönség csak a hangos filmekre kíváncsi. Azt hittem, az a legjobb a filmekben, hogy nem lehet hallani őket. De még jobb lenne, ha látni sem lehetne. Hamarosan a mozikban.